Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az Ukucs műhelyben kezd helyen, és mondjuk el az Om Nám mantrát hétszer közösen. Om Szépen. Egy ö, olyan témára kértetek föl, amely számomra új. Új, hiszen egy 11 hónapos gyermekot éppen az édesanyjával játszik, és nemrég ünnepeltük a a két éves házasság évfordulónkat, de így a 29. éve vagyok szerzetes és ebből így az elmúlt hármat házas, illetve nős szerzetesként. És azt érzem, hogy mind a nőnek, mind a férfinak megvan a dolga a házasságban és a gyermekvállalással, és valahogy a nők ezt mindig is jobban látták, mert érzékelhetőbb volt, hogy mi a dolguk. Hogyha megnézzük a hagyományos kultúrák felosztását, hogy a yin és a yang, a purusa és a prakriti az mit csinál és mi a dolga, akkor a női rész, tehát a yin, illetve a prakriti, az mindig is az érzékszervi síkért felelt. Ezt a családban, ahol egy kicsikét ugye hagyományosabb vagy természetesebb a létmód, úgy látod meg, hogy a nő mindig is az otthonért, a tűzhelyért, a táplálékért felelt ez a természetes leosztása annak, hogy hogyan használjuk ki saját természet adta adottságainkat, amely tudjuk, hogy korábbi karma következménye, de akkor is erre az életre, amikor te felvetted a testet, hoztál egy döntést, hogy mondjuk nőként születsz újra, vagy férfiként. És a férfinak a dolga, hogy az otthon kívül milyen világot teremtünk, hogy hogy vadászunk, hogy, hogy védjük meg az otthont, hogy hozzuk haza a vadat, ezek az idők során változtak, és főleg itt Európában a világteremtése az elmúlt száz évben férfi oldalról nem állt jól. Nem állt jól, mert nem szeretjük azt, amikor az otthonokat le, háborúk rombolják le, éhinségek és ideológiák tizedelnek embereket, társadalmakat, amikor 30-40 évenként át kell írni, hogy ki a jó ember, ki a rossz ember, kinek lehet adni, kitől lehet elvenni, ki az, aki a társadalomba beletartozik, és ki az, akit onnan ki lehet vetni hatalmi szóval. De ezek az utóbbi problémák férfiakhoz köthetők. És éppen ezért a világ teremtésével, a janggal, a purusával, a vezető elvel, vagy vezérelvel nem állunk jól. Ezt indirekte az is mutatja, hogy nagyon sok olyan keleti hagyomány jött nyugatra, aminek eredetileg ö, semmilyen gyökere nem volt itt, mégis óriási fogadtatásra talált az elmúlt 50 évben, legyen az a tibeti, vagy bármilyen téraváda, vagy egyéb mahaján zent is beleértve. Miért kellett ez? Nem a nőknek kellett elmagyarázni újra, hogy hogy kell főzni, bár keletről nagyon jó recepteket lehet tanulni. Nem kell újra elmagyarázni az érzékszervi síkot, az öltözködést, a gyerekvállalást, mert ezért itt is, ahogy látom itt a poszterekből, nagyon sok új üt, újítás és új út mutatkozott meg. Alapvetően a férfiakat kellett újra nevelni arra, hogy milyen világot teremtünk és adunk tovább, mi a társadalom működésének az alapja gondolatilag, gazdaságilag, politikailag és a többi. Tehát a férfi elv az elmúlt nem csak száz évben, de az azt megelőző 200 és 1000 évben sokkal jobban sérült, mint a női elv. És nem akarok Ádámig éváig visszamenni, de nézzük meg azt, hogy a, az európai gondolkodást mennyire a könyvek és a birodalmak és a háborúk határozták meg. Olyan könyvek, amelyeket zsinatok szentesítettek, utána pedig filozófusok, tudósok és egyebek írtak hasonló abszolút igényel, és épp ezért ez a világkép, amit a férfi elv ad Európában, nem egységes és nem tiszta. Mai napig rengeteg agymunka eldönteni, hogy mi az a kollektív emberkép, amiben bízhatunk, amire elhagyatkozhatunk, és ez nem egységes és nem világos. Ha a keleten megnézed mondjuk akár az indiai alapú kultúrát, vagy akár a kínai alapú kultúrkört, ez a két nagy kultúrkör van így a távok ott mind az emberkép, mind a világkép a 20. század elejéig be volt betonozva. Akár a konfucianizmus által, akár a taoizmus által, akár a buddhizmus által. Egy nagyon világos emberképet adott, férfinak, nőnek meg volt a dolga, és amíg a 20. századi importált ideológiák ezt föl nem borították, nyugati import, akár kommunista, akár kapitalista import, addig ezek a társadalmak rendben voltak. Rendben voltak, de sebezhetővé is váltak. Pusztán azért, mert képesek voltak befogadni mindent és mindenkit, aki a külső törvényeket követte. Ez a konfuciánus uralkodók hibája. Tehát hihetsz te bármit, hogyha teljesíted kötelezettségeidet társadalmilag, a, és a törvényeket betartod, akkor nem találnak veled semmi problémát. Igen, ám csak uh, ilyenkor az ideológiák identitásteremtésbe is átmennek, és nagyon jól lehetett látni Kínában az elmúlt 150 évben, hogy ez mire volt képes, hogy milyen identitások jelentek meg. Megint csak nem a nőknek volt azzal bajuk, hogy most újra fel kell találni a gyerekszülést. A férfiaknak volt bajuk azzal, hogy kommunizmus lett a maó kínája, és ez a mai napig olyan terhet, olyan traumát hordoz egész keleten, amelyből nem gyógyult föl Ázsia, és nem csak Észak-Korea, hanem még azok a kommunista utódállamok, ahol elképesztő tragédiák, népírtások, éhezések, és egyebek történtek, és ez, hölgyeim és uraim, mind a férfi elv, a young elv, a purusa, a gondolkodás, a rendszerépítés, a társadalomépítés területe. És hogyha megnézed, akkor itt Európában ez sosem volt teljesen rendben. Egyiptomból kikerül egy monoteista gondolat, amely több mint 1500 év alatt három nagy monoteista vallássá alakul. Egyfajta metasztázissal, ez a gondolat, az abszolút szó, az abszolút istenség gondolata létrehozza a zsidó, a keresztény és a mohamedán kultúrkört, és ennek a különböző ízváltozatait. Erre épül egy birodalmi hagyomány, amely az egyiptomi, a görög és a római birodalom, így szépen egymás után, és utána egy nagyon kemény, több mint ezer éves középkor, amelyet már az egyházhoz köthető gondolkodás és a különböző nemzeti identitások birodalomá szervezése dominált. Aztán jött a felvilágosodás, de egy kicsit lassan, óvatosan, hát 1600-ban még Galileinek enyhén szóval vissza kellett vonni a tanait, különben megégették volna mágián. És utána egy nagyon-nagyon csúnya francia forradalommal indult az az újkor, ahol a tudományosság elkezdte a deszakralizálását Európának, és ez a mai napig tart. Úgyhogy Európa, mint identitás, nem tisztázott és ezen belül nem tisztázott a férfi dolga, az apa dolga, és a fér dolga nagyon sokszor, miközben a nők várnak valamit, hogy itt legyen valami stabilitás, egyszerűség, láthatóság, kontinuitás, és ezeket 30-40 évenként főborítjuk. Nagyon erősen. Egy kitűnő jogi azt mondta, hogy az egyetlen kivezető út befelé vezet. És talán ezért is van ekkora foganatja, a meditatív tanoknak, és itt szándékosan nem buddhizmust mondok, mert a meditáció és a befelé tekintés, ez bőven túlmegy bármilyen vallás határain, mert bármilyen szakrális gyakorlatba beilleszthető. Ezt láthatod bizonyos keresztény gyülekezeteknél, a Thomas Merton féle iskolára is gondolhatsz. Tehát jezsuitáktól ferencesekig, bencésekig nagyon sokan csendes imával, vagy éppen kontemplációval dolgoznak, amely már a befelé tekintésnek, vagy a meditációnak egy formája. Miért? Az, hogy anyatej, azt előbb-utóbb tudjuk, hogy mi. Ezzel táplálja az anya a gyermekét, aztán hozzá táplál. Mi az apatej? Mi az, amivel az apa táplálja a gyereket? Tehát megtaláljuk-e az ekvivalensét tudatilag, mentálisan, energetikailag, ami ugyanúgy fontos a kisdednek, mint az anyatej. Tehát a férfi ugye azt gondolja, hogy azon a mesés éjszakán, vagy gyönyörűséges pillanatban hozzájárult egy sejtcsoporttal a gyerek ugye, létrehozásához, és utána pedig megy dolgozni. Majd hazajön, amikor a barátaival befejezte a diskurzust a kocsmában. Tehát amikor a férfi nem találja a helyét, akkor a család dinamikája már aszimetrikussá válik, és akkor halljuk a panasz, hogy miért mindent nekem kell csinálnom? Tehát azért, mert te nem teszed a dolgodat, barátom, és akkor a, a gyereked anyja, remélhetőleg még a feleséged, az rád ordít, hogy te most mit keresel itthon, holott már rég itthon kellene lenned, és tennék te kellene a dolgodat. Hát amit a, a nő, a Yin, a Prakriti megtesz az érzékszervi síkon, azt a férfinak, a Yangnak, a purúsának meg kéne tenni a mentális síkon. Képesek vagyunk erre? Mert ha nem, akkor nagyon súlyos képzésre van szükség, hogy a férfi önképét, világképét és a világban betöltött szerepét azt tisztázzuk le. Mert ha nem, akkor a családban és a párkapcsolatban betöltött szerepe sem lesz tiszta. Négy karma osztály van: egyéni, páros, családi és csoportos. A férfinak például az a dolga, hogy mondjuk egy hagyományhű társadalomban olyan 12 éves kor körül a gyereket bevezesse a társadalomba, vagy a nagyobb csoportba, és kezdjen az otthonból már egy kicsikét kifelé tekinteni. És nézd meg, a nagy világvallások általában 12 éves korra teszik a bármicvát, batmicvát, konfirmálás, bérmálkozás, mert ilyenkor vannak azok a férfivá vagy felnőtté avatások, amelyektől a gyermekből szép lassan felnőtt lesz, tehát ráébresztjük a szabadság mellett a felelősségre is, hogy drága gyermekem, tudd meg, hogy ebbe a családba születtél, ebbe a társadalomba születtél mostantól fogva felnőtt módon kell viselkedned. Én emlékszem, amikor az én apám és anyám, akik jó diagnoszták és orvosok voltak, de nem voltak vallásosak, egyszer csak azt mondták nekem tínédzser korom egyik gyönyörű napján, hogy fiam, az aranyéletednek vége, most már dolgod van. És így néztem, hogy velem van a baj? Nem, felnőttem, tehát kicsit <laughs> úgy elkezdtem fiatal férfivá érni a kor közepén, és akkor ezt tudomásomra kellett hozni. Tehát a férfi az, ha jól csinálja, egy utat jár be. a B-be. A nő egy területért felel. Hölgyeim, teritoriális és kizárólagos magatartás. Ismerős? Ez rendben van. Ez mind rendben van. Mert hogyha ez nem lenne, akkor nem sikerülne a férjet apává tenni. És megtartani, hogy a gyereket föl is nevelje. Tehát a statikus, a területi a territoriális az a nő. A dinamikus, az úton haladó, a mozduló az a férfi elv. Na most ehhez képest a férfiak nagy része a képernyő előtt ül és nyomkodja a billentyűzetet. Tehát csak az agya mozog, a teste már alig, és absztrakcióban él, nem pedig tényleges teremtésben. És a tényleges teremtés hiánya az, amitől azt látod, hogy jelentés nélküli felszínes változások vannak ebben a világban, de lényeges haladás nincs. Tehát itt van kőkeménye a társadalomnak az a mészerkezete, amit szeretnénk változtatni. Látjuk a működés hibáit, de nem lehet. Nem lehet, mert az infrastruktúra úgy tűnik, hogy kivette az erőt az emberekből, és főleg a férfiakból. És azért sem, mert a gondolkodásmódot nem változtattuk meg. Tehát, hogyha a gondolkodásmód nem változott, akkor mitől változna az a világ, amit a gyerekeinek hátrahagyunk? Úgyhogy a férfi elv az meg kéne találja azt az utat, azt az identitást, azt a célképzetet, amely szükségszerűen a transzcendenst is magában foglalja, mert különben csak az érzékszervi síkon mozog. És akkor lényegesen nem hozott újat, nem hozott specifikus férfi minőséget, hanem ismételt valamit, amit csak az apjától vagy a társadalomtól eddig tanult, és csak a túlélésre vagy a birtoklásra játszik. De önmagát nem képes megújítani, mert a teremtő potenciáját mentálisan nem ért el. Fizikailag, hát előbb-utóbb, ugye? Egy darabig. De a férfinek a teremtő minősége az fizikai, energetikai és mentális. Mind a három síkon tudatosítani kell, hogy valójában mit teremtünk és mit csinálunk. Miért? Mert előbb-utóbb ebből a világból mi kimegyünk, mi eltávozunk. Férfiak is, nők is. És a teremtett világot hátrahagyjuk az utódainknak. Én eddig is úgy érzem, hogy kellő felelősséggel viszonyultam az élethez, különben nem gyakoroltam volna az elmúlt több mint 30 évben valamit, amely a felébredést és mások segítését célozza az úton. Tehát ez egy specifikus, eléggé férfias minőség. Koreában is ezt nagyon jól láttatta az ekköré szerveződő kultúra. De amikor megszületett a fiam, akkor ez a felelősség turbóra kapcsolt, és kezdtek álmatlan éjszakáim lenni attól, hogy felébredek, és a gyerek szemével látom, hogy milyen világba született. És egyszer föl fogja tenni a kérdést az apjának, hogy miért és az összes tréningem és meditáció ellenére tudom, hogy nem fog kielégítő választ adni neki. Senki sem tud. De hogy miért erre a világra született? Miért ilyen világot adunk neki? Na ennek kéne nyugtalanítani a minden férfit. A nőket már igen, mert ugye drágul az élelmiszer, és hogy egyre nehezebb a szerepeket elkülöníteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy olyan belső emberi természete, amelyet, hogyha egy kicsikét emberi alakba szeretnék önteni, akkor egy kis buthaként formálnám meg. Ez a buddha természeted, vagy a megvilágosodás képessége. Ezt egy férfinak tudatosítania kell. Muszáj. A nőknek se árt, de az a funkció, amiről az előbb beszéltem, az élet adása, az érzékszervi szintű továbbadása, felelősség, vállalása, így a látható síkon, az érzékszervvel érzékelhető síkon, ez már alaptanítás. De a férfinak mindaddig, amíg az Istennel nem rendezte a viszonyt, és valamilyen transzcendens utat nem járt be, valahol a világról nem alkotott képet, vagy önmagát nem teremtette újra, addig nincs béke belül. Nincs béke belül. Nézd meg az összes vallás alapítót, ezek kivétel nélkül férfiak voltak. Tehát valami olyasféle motiváció vagy szükség vezette őket, hogy a világra és ezáltal magukra találjanak valami megoldó képletet. És azzal szeretném ezt a bevezetőt befejezni, hogy igen, ma lehet, hogy ahogy a házigazdánk mondta a bevezetőben, bölcsességekkel megyünk haza, amely nagy részt a kérdéseiteknek lesz köszönhető. De ha nem váltjuk mindezt cselekvésre, akkor lehet akárhány darmabeszéd beszéd videó, ugyanott fogunk, szépen ugyanazon a síkon fogunk megrekedni és körbe-körbe gondolkodni, mint eddig. És végezetül egy érdekes kimutatás, ugye tudjuk, hogy most már nagyon sok országban van boldogságindex. És gondolhatnók, főleg ilyen nyugati aggyal, hogy minél gazdagabb az ország, annál magasabb a boldogságindex. És kiderül, hogy ez nem így van. Tehát kiderül, hogy a, a nepáli nepáli boldogságindex és a svéd boldogságindex százalékosan nagyon közel van egymáshoz, holott a GDP-ük eléggé többszörösen különbözik. Ami viszont megegyezik, vagy párhuzamos, az az, hogy a lehetőségeik közül mennyit váltanak valóra. Tehát, hogy a potenciálisból mennyi lesz aktuális. A gondolatokból mennyi cselekvés lesz. A szóból mennyi tény lesz. És hogyha ez nagyon közel van egymáshoz, akkor azt érzed, hogy rossz szóval az álmaidat valóra tudod váltani. És a boldogságindex azokban az országokban a legalacsonyabb, ahol tudja, hogy megtehetné, de nem teszi meg. Ahogy járhatna az úton, de gyáva és visszariad, vagy rest és nem megy rajta. Tehát ahol a potenciális és az aktuális között óriási különbség van, ott van a legnagyobb boldogtalanság. Na most nézd meg, hogy te hol vagy elégedett, és hol vagy elégedetlen magaddal és másokkal. Hogy tudod, hogy meg kellene tenni valamit, hogy javítani, haladni, törekedni kéne, de nem teszed meg, mert megmagyarázod magadnak, hogy miért nem. És amikor ez a magyarázat így elönti az elmét, akkor tehetetlenség és restség lesz az eredménye. Szunkszán mester azt mondta, hogy don't think, just do it. évekig nem értettük, hogy ne gondolkodj, csak cselekedj. Hát ez így, így, nem hangzik jól. Aztán évek alatt kiderül, hogy pontosan milyen gondolkodásról kell lemondani, ez a dualisztikus véleményalkotó illúzió teremtő bullshit, erről kéne lemondani, és a csak cselekvés, ez nem pedig valami vak-vakdalkozás, hogy azt csinálok, amit akarok, hanem hogy az egy év cselekvés, ahol az énséged nem áll az utadba, ahol a saját egoitásod nem gátol le, ahol a saját véleményalkotásod nem lesz másoknak és magadnak akadály. Ez jelenteni a just do it-ot. Így a bevezetőnek a módszertani végén, Öt hibát említenék, amiben szerintem férfiak és nők is beleesnek, de általában a férfiaknál súlyosabb ez mentálisan. Az egyik az, hogy az akaratával elszigetelődik, hogy csak magának akar valamit, mert annyira specifikus, hogy az csak ő tudja. Tehát ez, a, ez az otthoni remete, vagy az az ambíció, ami kivezeti a családból, és reggeltől estig nem látják, mert ugye csak magának akar valamit. Tehát ne legyen önző az akaratod, ez az első. A második, hogy a gondolati projekciókat jobban elhiszik a férfiak, mert általában ez az okos elme, hogyha túl jól működik, akkor a férfi számára valóság az, amit elgondol ebben a homlok csakrában. A hölgyek először érzelmi oldalról nézik ezt meg, és ugye érzelmileg nem stimmel, akkor az érzelmi intelligencia fölülírja a kognitív intelligenciát, és akkor távolságot tartok az ideológiától. Vagy a férfitől, aki az ideológiát képviseli. Tehát a második az, hogy ne tessék projektálni, ne tessék légvárakat építeni, ne tessék gondolatokat behelyettesíteni a valóság helyére. A harmadik, hogy állandóan ellenőrzünk. Tehát metaréteget metarétegre halmozunk, és azt akarjuk, hogy az ellenőrzés által az illúziók igazak legyenek. Akármennyit ellenőrzöd, akármennyire is félsz a valóságtól, az illúzióból soha sem lesz realitás. Soha. Tehát félre kell tudni tenni és nem ellenőrizgetni állandóan, mert akkor előbb-utóbb se magadba, sem más emberben nem fogsz bízni. Az állandó ellenőrzés az akut bizalomhiányra fordítható le. A negyedik az a múltba veszés. Tehát, hogy a tudat olyan tartalmakkal és eme aktivitással van tele, ami állandóan visszaviszi a múltba, mert abban a tévképzetben vagyunk, hogy a múltból definiáljuk a jelent. És a jelenből akarjuk definiálni a jövőt. ez a linearitás, ez megtévesztő. Pedig, hogyha gyakorolsz és megfelelő meditatív tapasztalatok birtokában jutsz, akkor látod azt, hogy ezen a pillanaton kívül semmi nincs. És a múlt, jelen és jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ebből a pillanatból vetítem ki a múlt, a jelen és a jövő képét, vonok köztük egyenest vagy ciklust, párhuzamost vagy bármiféle síkidomot vagy térformát, és az elme teremti a tér és az idő működését objektíve tőlünk a tudattól függetlenül ez nincs. Miért? Mert állomállapotban, amikor nem tudsz tudatosan gondolkodni, de van emlékezés és megkülönböztetés, megszűnik a téridőnek a normálisnak tűnő testhez kötött működése. Ezért mások az álomélmények, mint az éber állapotban való téridő tapasztalások, és benne az összes érzékelés. Ez mutatja, ha más nem, a relativitását ennek az egésznek. Tehát ne vesz el a múltban, ne őrizges felesleges tudattartalmakat. És az ötödik pedig a hamis azonosulások leküzdése. Tehát minél duálisabb egy tapasztalat, amennyire jónak vagy rossznak érzed, annyira azonosulsz vele. Tehát te legyél szíves nem azonosulni semmivel, ami jelenség. Mert a jelenség jön és megy. De benned a látó, az nem jön és nem megy. Az önkép változik, az önvaló nem változik. Ezt most leegyszerűsítem, mert nem lehet köteteket mögé tenni, hogy a duális kategóriák hol és mikor nem jellemzőek az önvalóra, oké? Okay? Tehát anélkül, hogy beleesnénk az elméletalkotás hibájába, ne legyen önös akaratod, ne projektálj gondolatot a valóság helyére, ne ellenőrizgess, különben állandóan bizalmat vesztesz, ne veszel a múltban, ne legyenek felesleges tudattartalmaid, és ne azonosulj semmilyen jelenséggel sem, viszont szabadsággal és felelősséggel végezd a dolgodat, az avatároddal, ezzel a személyiséggel. Na most, ha ezt megnézed, az eredeti tanban ez így szól, don't want, don't make, don't check, don't hold, don't attach. Ez az öt, hogyha a szungszánszónyomot eredetiben olvasod. És azt érzem, hogy megfelelő szellemi praxis nélkül ezekre képtelenek vagyunk. Fontos, hogy mindig beleesünk valamelyikbe. Biztos lehetsz benne, hogy egyet, kettőt mindig elkövetsz. Holott mind az öttől meg kéne szabadulni. És ekkor érzem azt, hogy a, a saját dolgunk, a saját szerepünk, a saját identitásunk letisztulhat, és nem okozunk annyi szenvedést magunknak és másoknak, annyi félreértést, nem teremtünk annyi illúziót. Honnan látod, egészségesebbek lesznek a gyerekeink? Tehát a te karmád az a gyerekben mutatkozik meg. Egyrészt milyen gyerek születik le hozzád? Már ez apjuk és anyjuk közös karmája, és a családé is. Tehát hozzá csak az a gyerek születhet, aki karmikusan passzol. És ez azért elég komoly figyelmeztetés, hogy hello, te azon a szinten vagy, amit a gyerek mutat feléd? Csak az, hogy igen, ott vagy. És hogyha magadon fejlesztesz, akkor a gyerek is fejlődik, ha magadon nem fejlesztesz, akkor sem te sem a gyerek nem fejlődik. Úgyhogy ennek a azt mondom, mentális felelősségvállalásnak. Ennek messze menő következményei vannak, annyiban is, ahogy élünk, és annyiban is, hogy egymást éltetjük, amilyen viszonyokat kialakítunk egymással. Úgyhogy ha ebben tudok segíteni ebben az útválasztásban bizonyos kérdések megválaszolásában, akkor itt a lehetőség, ragadjátok meg a mikrofont. Olyan kérdésem lenne, nekem a családomban, hát vállás-vállások hátán, az öcsém is kétszer elvált, én is. Kétszer? Igen, és öcsém. Tehát van egy öt éves kislányom, öt és fél éves, uh -huh. hogy tudok megbaradni jó apak, apának? Tehát, hogy... Most házasságban élsz? Nem. A kapcsolatban élsz? Nem. Jó, hát akkor... Kétszer látom egy héten a kislányomat. Öt és fél éves. Igen. Hány éves volt, amikor váltatok? Három. Összeszedett valamilyen szomatikus betegséget? Nem. nem. Tehát nem, nem vertele magán ezt az nem. egészet? Nem. jó Ez szerencsés, mert akkor nem kell nagyon bocsánatot kérni, kicsit kell, de szerencsére akkor egészséges marad fizikailag, és azért pár alapszabály van. Az egyik az, hogy mindig te leszel az apja, akármi történik az Excel, és esetleg egy új kapcsolata vagy házassága lesz egy másik férfival, de amennyire fontos az, hogy egy családban legyen harmónia, pontosan ugyanolyan fontos, hogy egy gyerek számára nyilvánvaló legyen, hogy ki az első és ki a második. És mindig a vérszerinti szülő az első, és a nevelő a második. Akármi történik a felszínen. Úgyhogy ez az első, amiben te nyugodtan megmaradhatsz, mint hozzáállás, mint tudat, és utána pedig a te dolgodat, hogy mentálisan, energetikailag, útválasztás szempontjából ezt a kis csöpséget elvidd a felnőtt korig, hát ez még egy húsz éves projekt. És erre föl kell készülni, és a te dolgodat csinálni úgy, hogy az anyját nem minősíted. És elfogadni azt, hogy az anyja viszont minősít téged. Nem is kicsit és nem visszaminősíteni, nem visszaítéletet alkotni, és ez már nem a te személyes komfortérzésedről, vagy igazságérzetedről szól. Ez egy gyereknek a mentális épségéről szól. Tehát, hogyha oda-vissza vitatkoznak a szülők, akkor a gyerek mentálisan szét fog esni. Ezt mindenki tudja. Akár családon belüli veszekedés, akár vállás utáni egymásra mutogatás. Ez mind megtörtént. Igen, viszont sose késő javítani húzol egy vonalat, és azt mondod, hogy innentől kezdve ez nem így lesz. Legalábbis benned nem így lesz. Az a fájdalom, hogy csak magadon tudsz változtatni. Hiába látod azt, hogy az exednek ezt hogy kéne. Ha erőlteted, csak az ellenkező hatást éred el. Tehát én láttam olyat, és most 17 éves a lány, hogy 9 éves korában váltak a szülők, és elképesztő, hogy mit mondott a nő a férfira. És a férfi csak a lánya iránti szeretetét tartotta szem előtt. És így telt el újabb kilenc év, és annyiszor kellett elviselni az igazságtalanságot, az ítéletalkotást és a többit, hogy kellő szellemi gyakorlat nélkül már az ő szíve szakadt volna meg. De nem háríthatta át a szenvedést a gyerekre, mert akkor még nagyobb bűntudat lett volna belőle. Értjük? Tehát ezt neked meg kell tudni tartani, magadban szublimálni, és eloszlatni azt, hogy te itt akár elkövető, akár áldozat vagy. Tehát a legnehezebb egy vállás után nem elkövető és nem áldozattá válni. Mind. Mind a két szerep hiba. Mert a gyerek megtanulja akár egyiket, akár másikat, te már hibáztál. Tehát hogyan neveled épp egészséges lélekkel a gyereket? Ez a legelső és legfontosabb kérdés. Ha a házasság működik, akkor is mindent ennek kell alárendelni, de ha nem működik, akkor is. Mert ez már róla szól. Ez már nem rólatok szó. Úgyhogy itt van a feladat, és sem szeretett koldusként, sem pedig önbíráskodó emberként nem lehet föllépni. Ez a két szélsőség van. A szeretett koldus a legvégső áldozat, hogy engem már nem szeret senki, csak az én gyerekem. Ez nagy baj, mert ez óriási torzulat lesz ő benne is, mert egy szeretett koldust csinálsz a gyerekből is, Hogyha elkezdesz emberkedni, és hogy csak neked van igazad, akkor még a gyerekből elkövető lesz. Elképesztő középútra és erős tantienre van szükség ilyenkor, hogy ne mondj olyat, amit nem akarsz kimondani. Ne tégy olyat, amit nem akarsz megtenni. Ne gondold azt, amit nem akarsz gondolni. Ne érezd és éreztesd azt, amire később úgy gondolsz, hogy ez szégyen és gyalázat volt részemről. Tehát ne válj ennek az egésznek úgy a következményévé, hogy utána nehéz legyen szembenézni magaddal a belső tükörben. Mert az a legszomorúbb, hogyha öntevékeny, kreatív, tudatosnak mondott ember egy ilyen helyzetben a másik ember karmájának a következményévé válik, és ő tokolja azért a lényért, aki ő vált. Értjük? Tehát olyan nincs, hogy ő miatta én olyat mondjak, amit nem akarok. Olyat tegyek, amire nem vagyok büszke. Úgy gondolkodjam és érezzek, hogy utána nem tudok magammal szembenézni a tükörben. Pedig hányszor megtörténik, és visszavetíted, hogy ez miatta van. Nem válasz felelősséget magadért. És ekkor megtörténik a szenvedés automatikus továbbadása, mert a könnyebbik utat keressük, a kisebb ellenállás felé megy az elme. Erre tessék figyelni. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Lehet még egy kérdés? Az a helyzet, hogy én művészettel foglalkozom, és a vállásom óta pont, pont ebben a vergődésből kifolyólag a kreativitásom is csorbát szenvedett, és, és hogy erre az útra hogy tudok visszatalálni, hogy működjön. Ö, át kell fordítani a motivációnak a polaritását, hogyha a vállás után tényleg a kreativitásod visszaesett, akkor tényleg szeretted. Akkor tényleg ő volt az inspiráció és ilyenkor meg kell nézni, hogy a szenvedésből hogyan tudsz inspirációt meríteni, és merni kell paradigmát váltani a művészeten belül, egy új alkotói korszak következik. De azt nem teheted meg, hogy az inspirációért szeretett koldus leszel, és így ócsóba be akarsz szerezni valakit, aki egy újabb inspiráció lesz. Azt szerintem már tudod, hogy a nők nagyon gyorsan megérzik, hogy milyen szerepet szánsz nekik az életedben. És hogyha csak egy ilyen kis inspirációs Gépezet lennének, az úgy leverik rajtad, mint a kapuharat. Tehát azt az, azt az jóvatosan. De teljes értékű szeretet kapcsolatra van szükség, amelynek lehet egy ilyen aspektusa, hogy ő egyébként emellett, hogy feltétel nélküli szeretet és kötött együttélés van, inspirál is. Ez lehet. De ha csak az inspirációk kell belőle, ott Chicago van. Ott, ott nagyon hamar elképesztő veszekedések, félreértések és egy csak ezt jelentem én neked? Jaj, 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 jaj. Érted? Tapasztaltam. Azért ősz itt. Jó? Jó. Köszönöm Jó. Szívesen. Apróság, de hallgassd meg, mert a paradigmaváltáshoz lehet, hogy szükséges. A legnehezebb a szenvedés tényét elismerni. Mert csak utána van meg a szenvedés oka, a szenvedés megszüntetése, és a megszüntetéséhez vezető út, ez a négy nemes igazság, hölgyeim és uraim, tessék belenézni, ennek ekkora irodalma van. Butha alaptanításainak az egyike. Túl büszkék vagyunk ahhoz, és túlságosan őrizzük az önképünket ahhoz, hogy elismerjük a szenvedés tényét, hogy hogy hibáztunk. Pedig anélkül nem tudunk változni. Tehát ha úgy érzed, hogy benned elindult egy belső őszintességgel járó folyamat, Látod a szenvedés tényét, okát, és akkor a megszüntetés felé is tudsz menni, viszont itt a művészet már bekapcsol, és egy új paradigmával megmutathatja azt az utat, ami tényleg kivezet onnan. Miért? Mert Európában a művészet évszázadokon keresztül igazsághordozó volt, és bizonyos helyeken még mindig az. Tehát nem szórakoztatóipar. Keleten ilyet nekik nem kellett betölteni a művészetnek. Tehát a katarzis, a megtisztulás, ez egy görög fogalom. A keleti művészetekben nincs katarzis, mert nem volt szükséges. Ha katarzis megtisztulás kell, menjél a templomba, boruljál le a butha előtt, meditálj, énekkel, és akkor az a megtisztulás, mert annak az a dolga, hogy meghaladtassa veled az addigi énedet. De hogy az európai monoteizmus erre miért nem alkalmas, ebben most nem megyek bele, csak a bevezetőben, amit kimutattam, és néhányan bólogattatok, az megmutatja, hogy a szervezetvallás nyugaton a katarzis élményét nem adja meg. Egy csomó mindent adhat, de ezt nem adja meg, kivéve mondjuk a misztikus keresztényeket, akik hát ez elég nehéz életet vállaltak ehhez. Úgyhogy hol van a megtisztulás? Hol van a katarzis? Hol van a változás lehetősége? És érdekes módon ez a szenvedés tényével és okával függ össze, hogy ezt mennyire vagyunk hajlandóak látni magunkban. Mert ha ezt meglátjuk, megmerjük látni, és helyes döntéseket hozunk, akkor változunk a megfelelő irányban. Akkor tisztulunk meg. És ennek a művészet, mint egy kreatív vagy újra újrateremtő folyamat, az egy elképesztő jó környezet rá, és jó módszer lehet. Nekem egy kicsit más témában lenne a kérdésem. Ör hát örülök, mondja. <hállt> Na, azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet annak az oka, hogy folyamatosan visszatérő pszichoszomatikus betegségeim vannak, elmúlik az egyik, és jön a következő, és mindegyiknek orvosilag negatív eredménye van. Mi az egészség? Hát. Teget kérdezlek. Tudod, Kiszi... mi az egészség? Hát testileg, lelkileg, szociálisan jól van az ember. Jól van. Mi az, hogy jól van? Egészséges, nem szenved, nincsenek fájdalmai. Ó, nagyon sok egészséges embernek vannak fájdalmai, és nagyon sok beteg embernek nincsenek. Tehát ha visszatudsz térni az egy tudatba, amely nem gondolkodik kényszeresen, nem érez kényszeresen, nem beszél kényszeresen, és nem cselekszik kényszeresen, akkor kontrollálod a karmádat. Ha nem kontrollálod a karmádat, nem tudod uralni a tudatosság által, akkor úgy túltöltöd az elmédet ezekkel az uralatlan karmákkal, hogy a testedre viszed le. És az elme azért betegíti meg a testet, hogy mint elme működőképes maradjon. Tehát miért van mondjuk egy kamrában elképesztő rendetlenség? Azért, mert a konyhában annyi zöldség halmozódott fel, hogy a szerencsétlen háziasszony pánikba esik, és mindent behaigál a kamrába az, hogy legyen hely az asztalon. Megint hozzák a bevásárlószatjukat, megint a gyerek hazajön, megint lerakják a maradék és a konyha asztalon nem lehet műveletet végezni. Megint kinyitja a kamrajtot, és megint behaigál mindent. És óriási rendetlenség van, és elkezd a behaigált zöldség rohadni a kamrában, és büdös. ez az, amikor a karmát az elme ráterheli a testre. Mert különben nem tudna működőképes maradni, ezzel egyébként a betegséggel az elme lelassul lelassul. A láz tisztító is, és lassító is, mert egyszer nem tudsz olyan gyorsan cselekedni, nem tudsz olyan gyorsan gondolkodni. Tehát te ezáltal tanítod magadat, hogy hogyan kell például az érzelmeidet uralni, és nem keverni a gondolkodásoddal. Mert ezt nagyon jól csinálod. Tehát megkevered az egyébként okos és érzékeny gondolkodásoddal, az elképesztően komplex és gazdag érzelemvilágodat, és akkor ezt, amikor ráterheled testre, akkor a körülötted lévők így rád figyelnek. És szeretnek. Na most belül el kell tökélni úgy, hogy nem azáltal szeretnél figyelmet és szeretetet kérni a környezettől, hogy te beteg leszel. Jó? Jó. Hajrá! Köszönöm. Szívesen! Egy olyan kérdésem lenne, hogy egyre jobban látom, hogy sajnos a naivitásom az, az nem, hogy fejlődne, hanem inkább egyre naivabb vagyok. Le kell cserélni a szemüvegedet. <laughs> Igen, nem látom valójában szerintem az embereket, hogy milyenek. Ez Ugye... azért van, mert fehér keretje van. <laughs> Azt hiszed, hogy minden tisztán látsz. Ami a baj, <laughs> Túlságosan megbízol az emberekben? Igen. És miért? Jóról indítok. Aha, miért kell neked a jó? Mert lehet, hogy így akarom őket látni. A -a. Azért kell neked a jó, mert még nem nőttél fel teljesen. A felnőtt el tudja fogadni a jót is, meg a rosszat is, de a gyerek csak a jót. A gyerek üvölt, hogyha valami rossz. Tehát itt anyavonal. Tessék az anyával az érzelmi kapcsolatot úgy rendezni, hogy anyuka. Engedj engem fölnőni, légy szíves, és úgy látni az érzelmeimet, ahogy azok tényleg vannak, mert ha nem, akkor a másokért sem fogom így látni. És állandóan megvezetem magamat, vagy engedem, hogy mások ezt megtegyék, mert ugye delegálom a problémát a velem szembenülőhöz, és a saját életlenségemet, naivitásomat egy szélhámossal fogom jutalmazni. Uh -huh. És ezt, ezt le kell rendezni a családban. Próbálom, de... Nem, nem, nem. nem Még próbálom? mindig biztonságot szeretnél valahol. Tessék kockázatot vállalni, tessék azt elvállalni, hogy anyuka ezt nem fogja szeretni. Tudom. Ezt már tudod? Akkor az egy lépés volt. Tudom. És valahol, valahol le kell választódni erről az erőtérről, és lehetőleg ne is éljetek együtt. Nem élünk. Mióta? Hát olyan kilenc éve. Kilenc éve? Hát azért... Volt egy kis idő ott együtt a család. Volt. igen. Légkében. Kicsit ellettem kényeztetve. És ha, nem csak, a hagytad. Igen. Hagytad. Férjed, mit szólt ö, ehhez? Nem volt férjem, de pár. Biztos volt, lettem nem ürüld, volna benne te. Nem örült. Apai vonal is ö, sokáig ö, nem volt. Köztes... Hát azért volt, hát csak megszülettél. Ö, úgy igen, csak. Úgy igen, apu, de hogy nem. apuk kilépett a váráskora kapcsolatból, hát igen. és sokáig nem volt meg nem lehetett, hiszen Igen. hogyha megvan apuka, akkor azt mondja anyukának, hogy hagyjad a lányunkat békében, és hogy hagyd, hogy önállósodjon. Tehát, hölgyeim és uraim, nem csak a fiúknak van mama hotel, lányoknak is van mama hotel. Van egy példa. És, 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 éppen ezért ez a, ez a naivitás, ez, ez anyukának Igen. a védő és rejtő magatartása, magatartás, a kislányt meg akarta óvni mindentől, ami a világban van. Miért? Nem volt ott apuka, aki kézen fogja és kivezesse, és megtanítsa neki, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert ez a férfiak dolga egyébként, hogy jó és a rossz, a szenvedés és a boldogság minőségét rendszer szinten, világ szinten láttassák. Érzelmi szinten ott van anyuka, persze. Ez, ez egy női dolog. De az, hogy intellektuálisan a karma működését tekintve, a világot tekintve, az apának a dolga az, hogy, egy, hogy gyereket kivezesse, megmutassa az útját, megmutassa a buktatókat, a szélsőségeket, a jót és a rosszat. Ez apa dolga. És hogyha ezt ő nem végezte el, akkor viszont a párodnak kell. Most férnél vagy? Nem vagyok még. Akkor még, mindig, akkor még mindig anyuk a markában vagy. Tehát a legelső dolog az lenne, hogy tényleg formálisan meg kell házasodni, neked félhez kell menned ahhoz, hogy ez a kötelék csak így Jelen. lezáruljon. Mert amíg nem, addig mindig anyuka nyer. És ő nem akar nyerni, csak már nem tud jobbat, mint a kislányát birtokolni, akkor már nem is annyira kislány. Hát nem. Hát nem. Ekkor a férjeddel, egy még erősebb, vagy leendő férjeddel még erősebb szövetségre kell lépni, és meg kell őt kérni, hogy életem, tanítsd meg nekem létszés azt, amit az én apám nem tanított meg. Tehát taníts engem a világról. Egy icipicit ez megtörtént, mert uh, én ezeket a traumákat, ami volt, elmondtam neki, mert sokszor uh, előjön ez bennem, ez a fajta hiány, tehát ez a apai hiába van meg mm -hmm. már fizikálisan apu. Uh, észreveszem saját magamon, hogy érzékenyebb vagyok ezen a téren, és uh, nagyon a stabilitást, a, a biztonságot keresem. Hát apa nem ruházott föl erővel, anya viszont felruházott érzékenységgel és kontrollálja is. Úgyhogy tessék, végre férhez menni. Jó. Oké. Okay? Boldog, boldog házasságot kívánok. Köszönöm. Szívesen. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Igazából két kérdésem lenne, ha lehet. Hát majd meglátjuk az első után, mondjátok. Tehát az első kérdésem az lenne, hogy én ugyanegy, ugyanezt éreztem, amit te, amikor megszületett a kisfiad, hogy milyen világra születik a gyerekem. És annyi a lényeg, hogy a kisfiam megszületése előtt nagyon jól működött az a, hát hogy én-én-én, az én-én-én alatt azt értem, hogy amit kigondoltam, azt megcsináltam, és jöttek az eredmények. Mióta ő megszületett, és tehát, hogy van bennem egy ilyen, ilyen tehetetlenség érzés, hogy az, amit szeretnék csinálni, az ne csak rólam szóljon, konkrétizálok, Kicsit, Mielőtt konkretizálnál, légy és válaszolj egy bennem fölmerülő kérdésre. Igen. Azt mondtad, hogy a kisfiad megszületése előtt ment ez az én-én-én. Igen. Tudod, hogy ki hiányzik ebből a képből? Az én én énből. Uh -huh. A gyerek apja. Az, az nagyon hiányzik. Tehát azt mondtad, hogy a gyerek születése előtt. Igen. A gyerek születése előtt nem volt az, hogy én-te én, te, mert mondjuk ez egy normál párkapcsolatnak az oszcillálása. Ez nem volt meg? Csak most az én-én-én volt? Tehát hol volt apuka szőnyeg alatt, és ne elővetted éjszaka, ha kellett, vagy hogy? Hát um, az apuka az... Um... Hú, de sűrűn te. Kutatsz az emlékeidbe, ne, hogy mellettem. hol volt? Igazából az apuka mellettem volt, de az én-én-én, én ezt most nem a családi viszonyba gondoltam, hanem az üzletéletbe. életbe. Mm -mm. Nem. Ugyanis a fiad születéséhez viszonyítottad. Nem azt Igen. mondtad, hogy bizonyos profit, vagy adóbevallás, vagy egyéb környezetében mm. én, 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 hanem a fiú születése előtt. Úgyhogy ez egy családban is működő én volt, ahol üvöltött az, hogy a levő férfi, az nincs ott, mint te. Igen. Látod? Így volt, így volt. Zsigmond nem tévedett. Így volt. <laughs> Igen? Tehát igazából a kérdésem az lett volna, hogy amikor mondjuk csak magadra gondoltál, és sokkal könnyebben mentek a dolgaid, mint amikor elkezdesz közösségbe gondolkodni, hogy biztos jó lesz ez így? Nem lesz ez így jó, tudod miért? Én, én nagyon hamar kezdtem ezt a közösségét, tehát nekem az az, az énség, ami most újra kellett, hogy alakuljon párkapcsolatban és házasságban, az a csoportban egy teljesen más oldalról, de ez, ez teljesen felett porhanyosítva. Tehát amikor egy szerzetesnek évekig csak az lehet a válasz, hogy igen, mert egy idősebb szerzős azt mondja, hogy most fel a padlót, akkor menj el vízumot intézni egy másiknak. Tehát ez egy, ez egy olyan szolgálat, ahol az az énség, amiről te beszélsz, az nincs. Egy másféle énség van. Soka, Fura is volt. Sokkal kisebb. Tessék? Fura is volt a templomban. Voltál nálunk? Igen, voltál. Hát, Ugye a legközelebb is. Hát ez sikerül a tett újra megtalálni. A közösség. Az nagyon fontos. Tehát azt, hogy a családnak az elképesztő intim kötelékéből, az vérszerinti vagy beházasodó egymásra utaltságból te ki tud lépni és jobban tud látni ez a csoport, ez nélkülözhetetlen. De azzal, hogy én hogy éltem meg a saját csoportkarmámat, ez idestől a 33 éve, az rajtad nem segít. Neked meg kell találni ténylegesen a gyereked apját. Házasságban élsz vele? Külön váltunk. Na hát, miért nem vagyok meglepve? Tehát most erről beszélj, mert az, hogy az én énségem hogyan változott az elmúlt 33 évben, ez rajtad nem segít. Rajtad az segít, hogyha észreveszed azt, gyerek hány éves? Tíz lesz. Tíz lesz. Uh -huh. Hát akkor most kezdődik a tánc. Prepubertás gondolom befigyelt már. Még nem annyira. Nem. Nem. Nem-e? Nem. Akkor meg kamatos túl. Ó, de jó. Ami késik, nem múlik. Én is nagyon jó gyerek voltam, de olyat lázadtam 19 évesen, hogy mindenki zokogott. Tehát nagyon kemény. Ilyenkor kell apuka, még a különváltatok akkor is. Ez lesz mert a másik kérdés. Az apuka testesíti meg, ha jól csinálja, a rendszert, a fegyelmet, a megbízhatóságot, és ne csóváld a fejedet, mert te erre képtelen vagy, mint nő, akármilyen vagy az üzlet életben. Mint anya, ki kell hozni a férfi minőséget az apából. Nem tudod helyettesíteni. Tehát nagyon sok nőt láttam, aki annyit tököt növesztett, hogy minden nőiességét elvesztette, de akkor se lett férfi. Értsük meg? Nem is akarom. Tehát se, na hát ezt örömmel hallom te. Tehát a lényeg az, hogy a nő legyen nő, az anya legyen anya, és legyen szíves akármilyen az élethelyzet meg a viszony, kihozni az apából a férfi minőséget, ha másképp nem a gyerek szempontjából, a gyerek miatt. Hogy legyen szíves az apa a férfi alapján a gyereket segíteni, ha kell fegyelmezni, együttérzéssel és bölcsességgel tanítani, férfi oldalról, apa szerepből. És ha ez nincs meg? Olyan ellenállásod van te, hogy az valami hihetetlen, hogy tolsz lefelé a padlóra. Tehát, tehát vannak, vannak ezek az elektromérnökök, Igen. akik ilyen kilóómokban és megaómokban. Nem ö, téged tolnak. Dehogy nem. Nem. Dehogy nem. Tehát amit hallasz, az annyira kellemetlen. Nem, ez tök jól lenne, ha működne. De nem hiszel benne? Abszolút nem hiszek benne. Ezért kellemetlen. Tehát, olyat akarsz hallani tőlem, amiben hihetsz. És nem, hallasz, és nem olyat hallasz. És nem olyat hallasz. És ez neked kellemetlen. Tehát érzem azt, hogy gyakorlatilag ilyen érzelmi tolólappal így jössz felém, és így ugyanaz lesz velem, mint az exeddel. El, el fogok tűnni a szőnyeg alatt. Nem. Nem? Nem. Vagy előveszel néha egy kérdésre? Nem. Nem. Na mi a második? A második amúgy pont ehhez kapcsolódott, hogy amit most elmondtál, hogy amikor mi külön váltunk, és pont nem volt meg a felelősségvállalás a férfi oldalról, ezt pont én szépen átvettem, és Igen. nem vagyok hajlandó tovább csinálni. Hát még a maradékot is vesd le magadról, mert. Igen, és hogy az a kérdésem, hogy amikor egy családi dinamikában úgy működik, hogy a, mondjuk az apa nem vállalja a felelősségét a gyereknek, és ezt úgy gondolja a nagyszülői ágon, és hogy ez itt teljesen rendben van, hogy minden rajta Nagy szülőket Nagyszülőket van. tessék kikapcsolni innen, ez egy nagyon világos háromszögel, és ilyenkor tessék a gyereket odaállítani apuka elé. Hogy? Azt mondja a gyerek, kérlek, légy az apám. Próbáld ki. Jó. Ott állsz mögötte, de távol. Tehát nem ezzel a szempillantással szugerálod ne. apukát, mert akkor szétesik a homlok lebenye. Tehát tessék a női erőből csak annyira visszavenni, hogy apukának nem csak hely legyen, hanem motiváció is legyen, hogy betöltse azt az üres teret, amit a gyerek kikövetel tőle. Oda mész a gyerekkel, és ott, od hagyod, és látod, azt mondja, amiben megegyeztetek. Kérlek, légy az apám, és taníts, és mutasd meg az utat a világban. Zokogni fog. Gondolod, ez működik? Biztos látsz benne. Ha nem elsőre, akkor másodjára. Nincs rá időm! Jövök egy hét múlva, vagy akárhányszor, amikor láthatás van. Újra. legközelebbi találkozás. Kérlek, légy az apukám. Nincs az a szív, ami ezt kibírja. Próbáld ki. Kipróbálom. Köszönöm. Szívesen. A kérdésem az, hogy mondtad, hogy mi nők hozzuk ki a férfit, minőséget. Hát ha Hogyis? a saját apja nem tette meg vele, akkor muszáj. Uh -huh. És hogy ezt hogy kell, mert uh, én nem tudom, hogy ezt tudom-e, hogy, hogy kell. Ó, te, nagyon könnyen. Ezt a egyébként könnyen elintézik, de néha túl könnyen. Hogy leülsz, és így gyönyörűen nézel ki a fejedbe, és azt mondja, szívem, ez a te dolgod, és maradsz a helyedben. Jó, köszönöm. Tehát ez az első. De hát figyelj, egy, egy, férfi egy picit is van valami büszkeség benne, akkor ez nem hagyja, hogy te vidd a szervizbe az autót. Nem rád fogja bízni az olajcserét. Nem te fogod a villanykörtét újra csavarni otthon. Tehát van egy olyan szegmens, ami a férfinak a materiális, racionális, teremtő, megtartó gondolkodása, az ehhez kapcsolódó cselekvés. Erre már lehet építeni. Szóval, drágám, most a kilincset is javítsd meg, légy mert már nyikorok két hete. Nagyon jó, hogy kicsavartad a villanykörtét, és tettél a helyére egy újat. Ez egyébként szörnyű, ha ezt el kell mondani, de néha el kell. Tehát akkor ezt így szépen lehet ö, dagasztani. Olyan nincs, hogy egy fikarcnyi maszkulin viselkedés ne lenne. Olyan is van, hogy valami helyett, például tetterő helyett tehetetlenség van, a tehetetlenségből van a dű. És akkor egy kicsit analizálni kell, és azt mondta, hogy látod, hogy dühös vagy? Mire vagy dühös? Szándékosan nem a ki. Rossz projekció. Mire vagy dühös? Előbb-utóbb kiderül, hogy tehetetlenség, felgyülemlett energia van, mm -hmm. és ezt egy kreatív irányba kell szépen kifuttatni, és akkor a düböl vágy lesz, és a rombolásból teremtés lesz. Ez a rombolás, ez, ez nem az, hogy ásóval neki megy a kerítésnek, az önpusztításról van szó, kérem szépen, amikor magunkat romboljuk le azért, mert kívül nem mertünk teremteni, megszólalni, megnyilvánulni, uraim. Tehát teremtő helyzetbe kell hozni azt az embert. Miért? Mert az a dolga. Anélkül gyerek sincs. Ez Ugye? Igaz. <laughs> és akkor apukát tudatosítani kell abban, hogy nem csak egy nagyon-nagyon gyorsan haladó sejtcsoporttal járult hozzá a gyermek létéhez. Ugye? Hanem azzal a folyamatos férfi jelenléttel és tartással és tanítással, amire a gyereknek eszenciálisan szüksége van. És így a feleségnek, mint férre szüksége van. Hogy hozd ki belőle a férjet úgy, hogy az eddigi viselkedés mintákra valamennyire tudsz építeni, aztán kielősz új területeket. Azért, főleg Európának ezen a részén, uraim, annyira megjósolhatóak vagyunk, két csakrán keresztül tökéletesen leírható a működésünk. Kettőn. Borzalom de több van bennünk ennél, csak hát mutassuk meg, mert, hogy egy kicsikét többre vagyunk képesek, mint a puszta érzékszervi kapcsolatokon keresztül rövid boldogságot adni és kapni. És így nem attól leszek én boldog, hogy az anyám főztjét főzöd. Mi okay. a dolgom? Ha a nő tudja a dolgát, mert tényleg anyukától női vonalon keresztül tudnia kell, hogy mi a dolga, akkor a férfinak is előbb-utóbb tudni kell, és akkor az így, megcsinálnád, annyira büszke lennék rád, és várod a holnapot. Jó? Tehát valahogy ki kell hozni belőle, hogy mi a dolga. Értem, ám bár én úgy érzem, hogy sokszor ez a mi a nő dolga, és onnan hogy érkezik egy gyermek, ez azért számomra legalábbis tud iszonyat fárasztó lenni, és egy ilyen ördögi körben rohangálok, azt érzem, hogy a szerepeknek eleget tenni. Mitől fárasztó? Nem csak azért, mert nem alszol eleget. Nem csak azért, mert mindig figyelni kell. Nézd meg, hogy egy családban, a generikus családban, most nem a rokoni szálakra gondolok, hanem a párkapcsolati elemre a családon belül. Mi az energia forrása? Ez most magamnál mi. Általában. Nem csak nálad, minden, minden. nőnél. Uh -huh. Édenkert? Nincs meg. Ott egy párkapcsolat van. Az első párkapcsolati séma az az édenkert. Uh -huh. Nem családot látsz, nem egyént látsz, nem csoportot látsz. Párkapcsolatot látsz Ádámot és Évát, akik ott a saját eldöntetlen önképükkel a flexibilis realitásban ott vannak, van egy állati és egy transzcendens résztvevő még a jelenetben, és utána csak gyümölcsök. Ez nagyon Tehát szép. De azért, olyan a gyerek azért akkor... mondom ezt, uh -huh. mert ők, mint Ádám és Éva, egymásból nyerik az energiát. Uh -huh. Tehát, ha te kifáradsz, az azt jelenti, hogy a férjedtől, a gyereked apjától nem kapsz elég energiát ahhoz, hogy csináld a dolgodat. És lehet, hogy ő sem, hogy ő csinálja a saját dolgát. És ez nem szex. Az is, de csak egy picit. Uh -huh. Főleg gyerekszülés után, egy-két hét, egy-két hónap, nem erről szól fizikailag. Energetikailag, mentálisan, a finomabb síkokon olyan egységre, olyan energiaadásra és egyévállásra van szükség, hogy teljesen feltöltsétek egymást éjszaka a nappali időszakra. Na, ezt meg kell tanítani, hogyha nem tudja. Hogy sokkal csendesebben, pótcselekvés nélkül, jelenlétből, figyelemből van összerakva a szeretet. És a kölcsönös egymásra hatásból és harmonizálásból van az energianövekmény. növekmény. Annyira egyszerű, annyira tiszta, hogy alig van látszatja. De hogyha nincs jelenlét, nincs figyelem, nincs szeretet sem, és nincs ez az egymásra ható polaritás sem. Pedig a gyerek pont ebből a polaritásból van összerakva. Ugye? Testileg is. Aztán, hogy a lelke hogyan született le, az egy kicsit komplexebb téma, de ugyanúgy apuka és anyuka karmája tükröződik a gyerekben. Nem is kicsit. Tehát, tehát várd el a férjettől és magadtól, hogy a kölcsönös szeretet figyelemmel és jelenléttel valósítható meg. Jó, ez megvan, csak nem működik. De ha nem működik, akkor nincs meg. Uh -huh. Akkor hát mennyiségében már az megvan. megvan. <suk> Magam felé is Talán mennyiségében, de minőségében nincs meg. Nincs de ha csak elvárás szintjén, bocs, az elméletet. Elmész egy étterembe, elolvasod az étlapot, de nem rendelsz. És azt várod, hogy kihozzák a szuflét. Pedig nem mondtad a pincérnek, hogy mit szeretnél. És hogy ismerhető fel az, amikor már nem biztos, hogy ez az út az én utam, vagy a mi utunk, vagy a nem tudom, hogy most itt mutogassam és tanítgassam, mert egy... ha már annyi mindent próbáltam, és nem megy át, Há -hány, akkor... éve? Már hány éve? Mármint hány éve játszunk? Hason... Hány éve próbálod, és nem megy át? <laughs> hát ez ugye számomra változó, mert más, amikor Ádám Évaként eszegetjük a gyümölcsöket, meg ha van egy gyerekünk, akkor ott Ádám Éva egy új szerepbe kerül is azért ö, azt úgy leképezte Madács Imre, tehát, hogy mi a férfi és a női reakció a gyermekáldásra. Ez, az, ez egyébként szerintem nagyon jó pszichológiai érzékel írta meg az ember tragédiáját. Tehát, hogy biztos érted, hiszen benne vagytok ti is, hogy mennyi mindenben változik Korna az ember. Csak ráigben vagyunk. Élete egy gyerkőcérkezésével, és hogy itt a kérdés, hogy, hogy ezt nem látom tisztán, hogy mikor kell még uh, gyűrni és teperni, hogy ezt uh, meggyógyítsuk? A végsőkig. És Tudod, mikor miért? van az, és hogy ismerem fel, amikor... Mert ez már a gyerekről szól, és nem annyira rólatok, mint pár, hanem hármotokról, vagy többötökről, mint család. És a gyerek azt hiszem, nem csak, hogy megérde, de alapvetően ahhoz van joga, hogy primér módon az együttélésben kapja meg a szülei energiáját, mentalitását és fizikai jelenlétét és ahhoz, hogy ez megvalósuljon, és minden reggel esélyt adjatok egymásnak, hogy egy jobbik önmagatokkal fogtok este találkozni, ahhoz kell a karmának az ismerete és a tudatművelése. És a karma ismerete három nagy dobozból áll. Az egyik a múlandóság, a másik a feltételhez kötöttség, és a harmadik a tökéletlenség. Most ezeket egymásban szoktuk meglátni. Magunkban kevésbé. De hogyha ezt a három törvényt a magad oldalára állítod, tehát magadban is meglátod, és a másikban, és azt is látod, hogy mind a ketten képesek vagytok a felébredésre, akkor már egy közös tudati gyakorlattal tisztára lehet sepperni a konyhaasztalt minden reggel. Nincs olyan, hogy egy karmán ne tudj változtatni, nincs abszolút darabja a személyiségnek, se itt, se ott, senkiben. Tehát meg kell kérdezni, mi az, amit nem tudsz változtatni, és akkor kiderül, hogy mi az, amit nem akar. Mi az, amit te nem tudsz megváltoztatni magadban? Na, ahhoz a személyiséghez ragaszkodsz, mert azzal azonosulsz. Tehát itt már a gyerek az első, és magunkon kell eszeveszetten dolgozni azért, hogy amíg egy töredék százaléknyi esély mutatkozik, addig a család legyen ép, és én nagyon sok olyan sztorit hallottam, hogy három gyerekes, 30 éve együtt élő, többször a válás szélére került, és mindig visszajöttek. Tehát el kell tudni menni a szélig, és beletekinteni a szakadékba, de nem beleugrani. Tehát nem félni az ok és okozat működését, hanem mindig tudatosan irányt tartani. És ehhez néha az kell, hogy belenézel a szélsőségbe, belenézel a pusztulásba. Rájössz, hogy ez el tud múlni. Hogy ez is feltételek által létezik. Hogyha viszek neki virágot boldog, ha elhanyagolom, akkor boldogtalan. Ezek teljesen egyszerű dolgok de hogyha ezt a három alapjegyét a karmának nem látjuk be, hogy mulandó, tehát energiát kell beletenni, hogyha ezt meg akarom tartani. Feltételhez kötött, meg kell ünnepelni születésnapot, névnapot évfordulót, jobbra, balra, mert ezek a feltételek, ezek biztosítják azt az intimitást, azt a fajta érzelmi közelséget, amelyekről nem megy az egész. És a tökéletlenség pedig a legnehezebb, ezt, ezt nagyon nehezen tudjuk levetni, mert nem csak azért, mert ámordnyi lavak, és olyan projekciókat teszek a másikra pusztán vágyból, amelyek már a pillanatban sem igazak, amikor ez megszületett, hanem azért, mert nagyon nehezen látjuk be, hogy rosszul láttuk, hogy rosszul gondoltuk, hogy ő nem az, akinek én szeretném, hanem sokkal tökéletlenebb. Tehát amikor megkérdezik, hogy mi a házasság egyik legalapvetőbb tapasztalása, az az illúzióvesztés. És az illúzióvesztés mellett az újraalakulás, a kitartás, az újbóli meglátása a másiknak is, hogy minden reggel adjak egy esélyt annak, hogy este egy jobb emberrel találkozom kívül is, belül is. Tehát ha nem dolgozol magadon, akkor a másikkal milyen változást tudsz elérni? Semmit. Tehát az én egyik komoly belátásom az volt, hogy a szellemi környezet nélkül én ezt nem tudnám csinálni házas szerzetesként. Tehát anélkül a tér, tudat, tükör nélkül, amely mind a kettőnk számára, és most már mind a hármunk számára, szellemi kifutási lehetőség, fejlődési lehetőség, egy olyan tér, ahova a karmát ki tudom teríteni, megbeszélni. Ezek elképesztően fontos dolgok, mert egy nukleáris család, ahol van apa, anya, gyerek, és be vagytok zárva egy lakásba, ott nincs szellemi tér, ott nincs olyan tükör, olyan tisztaság, amivel egy kicsikét a saját tetszésemtől, nem tetszésemtől függetlenül lehetne ezt látni, és esetleg az együttérzésem nem sebezhetőséget jelent, a bölcsesség nem felesleges gondolkodást jelent. Ezt a szellemi teret, ezt meg kell teremtened ahhoz, belül is, kívül is, hogy fejlődni kelljen. Lehessen az a probléma, hogy ez a férfi dolga. A nő is megcsinálhatja, választasz hagyományt, választasz tanítót, meghívhatod ide a férjedet, és hogyha nem túl büszke, akkor megy veled. Ez a férfi dolga. Értjük? Erre kéne rá vezetni, hogy hát csináljon már valamit, hogy együtt fejlődjetek. Te mit szeretnél? Köszönöm. Próbáld meg, nagyon szívesen. Igen. Az én kérdésem azzal kapcsolatos lenne, hogy hát a, az önkiállással egyrészt Régebben is voltak problémák, de amióta a családban, azóta ö, nem csak saját magamra van kihatással az önkiállás hiánya, hanem nyilván az egész családra is. És Mióta élsz családban? 2010 óta. Hát azért vártál vele, nem kapkodtad el. Mármint, hogy mivel vártam? A családdal, a családi kötelék felvállalásával. Hát a, igen, az én felnővésem egy kis időbe telt. Mennyire követed az apai mintákat? nem nagyon volt, mert nekem leginkább nagyapai mintán volt. Látszik a túlérzékenység, és ez a túlérzékenység, ez részben azért van, mert egy nagyon együttérző, de távolabbi férfi, mint a gyűjtemény van, ez a nagyapai. Tehát az apád, az, hogyha így, ahogy mondod, nem volt annyira jelen az életedben, akkor nem is tudott megdolgozni annyira, hogy például érzelmi állóképességet tudjon beléd nevelni. Ezt a később tanultad meg, és elég nagy árat fizettél érte. Ráadásul, az édesanyámnál is probléma volt az önkiállás, úgyhogy Not igazából is. az a minta az nagyjából meg nagy is maradt. Mi a félelem? Hát a legvégső félelem az, hogyha a családot elveszítem. Nem, a legvégső félelem az a halálfélelem. De számodra ez a veszteség halálos. Nyilván utána. Mi az az ön, ami miatt, amiért te ki akarsz állni? Hát ez igazából, így nem fogalmazódott meg. Nem is fog. Ugyanis az Önmagunkra látunk rá a legnehezebben. Általában érdekeink, igazságaink, szándékaink ilyenek vannak. Egy családban sokkal inkább egymásért tudunk jó kiállni. Kiállok a feleségemért, mert úgy érzem, hogy megsértették, hogy nem voltak hozzá korrektek, és akkor a lojalitásom, védelmem, mint férfi, mint férj, természetes módon eredményezi, hogy kiállok érte. De emellett őnek is ki kell állnia értem. És akkor ez a kölcsönös lojalitás és kiállás, ez az, ami önzetlenné és erőssé teszi az embert. Önmagunkért egy csoportban, egy munkahelyen, egy, vagy olyan helyen szoktunk kiállni, ahol maga a családi kapcsolat vagy nincs jelen, vagy másodlagos. Tehát a családon belül, az intim kapcsolaton belül inkább egymásért szoktuk ezt megtenni. Ráadásul a, tehát ugye az én családommal, tehát pontosabban a párommal ért nem álltam ki. Például egyik legnagyobb probléma nyilván a párkapcsolatban, hogy én nem vettem elég komolyan azt, hogy amikor ki kellett volna állnom mellette, azt nem tettem meg, mert én abban a helyzetben nem éreztem volna, de nem éreztem magam, hogy, hogy meg kell tegyem, miközben ő áll, meg hát. Gyű, és ő sérelmezte. Hát, én nyilván. Én. és joggal sérelmezte. A mértékét nem igazán. Megjavítottad ezt? Hát ö, sikerült valamelyest, hát nyilván pótolni nem tudtam, de még folyamatban van erősen. Jó, ilyenkor egy apát pótoló személy kell. Ez a csoportban a tanító. Tehát egy olyasféle vezető, akinek a férfi mintázataira, gondolatailag, beszéd szempontjából és cselekvés szempontjából egyaránt tudsz hagyatkozni. Ez nem késő. Tehát olyan tanító kell neked, aki szellemi úton megmutatja azt, megadja azt, amit az apád nem tudott. Annak ellenére, hogy az én családomban nem volt vállás, és apám és anyám nagyon-nagyon sokáig együtt voltak, tehát én 35 éves voltam, amikor apám elment, és addig teljes volt a családban az egység, jóban, rosszban. Így is volt olyan, amit az apám nem tudott megadni, és azt nekem más úton kellett megkerestem, és ez volt az a szellemi minőség vagy kvalitás, amit így visszanézve nem tudtam elvárni tőle. Nagyon érdekes az, hogy hány személyből van az apa figura összerakva. Tehát nálam ez három, inkább négyből van, és a negyedik a nagyapám. Tehát én pontosan tudom, hogy milyen érzés, amikor egy nagyapa nevel és vezet, úgy, hogy az apám végig ott volt, és az apai nagyapámról van szó. Tehát ő volt az első zenmesterem. Amikor 12 éves koromban ő elment, olyan gyászban voltam hetekig, hogy a szüleim nem tudták elképzelni, hogy mi bajom van és az öregnek a cipőit, ruháját, ingét, kabátját, táskáját mind megőriztem, és egyetemi tanítványi koromig használtam. Tehát ennyire erős volt a kötés. És utána az apám, a nagybátyám és az emmester, Szungszán emmester, ők rakták össze még az apa figurát. Nagybátyám ő mélyen vallásos volt, és az anyai ő sincs már itt köztünk, de ő szerintem az ország egyik legfantasztikusabb adventista lelkésze volt. Olyan együttérzéssel, olyan Istenfélelemmel, olyan odaadással, hogy az hihetetlen. Ezt azért mondom el így, hogy érzékeltessem, hogy nagyon gyakran nem tudjuk a szülőnek az arhetípusát egyből összerakni. De a vér szerinti kell, a vér szerinti a középpont, és köré rakod azt, amit az apád nem tudott megadni, mert nem tud mindent megadni. De őre szükség van, és az anyára is ugyanígy szükség van, hogy ki az, aki még anyaszerepet tölt be az életedben, a vér szerinti mellett, esetleg azzal kapcsolatban. És akkor így tudod ezt egy kicsikét kivezetni, hogy, hogy hiányzik az a, tehát az érzékenység mellé az az erő, ami mondjuk egy ilyen kiállásban kell, akár a feleségedért, akár magadért. Érdekes, ugye hát én és apám még mindig, én, és apám még mindig él, viszont soha nem volt Hát talán egy két-három hónapos időszakot tekintve nem volt az életem része. Ezt rendezni kell vele, mivel még él, ezért az energiájára szükség van. Hidd el, azért valahol belül ő is bánja, még ha nem engedi ezt elmondani, akkor is. Tehát egy kicsikét találkozni kéne vele, beszélgetni kéne vele. Talán az egyiknek a témája lehet az, hogy apa, én fölnőttem, de nélküled. És nem késő még elmondanod azt, hogy te mivel neveltél volna, hogyha jelen vagy inkább a felnövekvésem során, és nem ennyire hiányzol? És hidd el, hogy az öreg meg fogja könnyezni. És elmondhatod neki, hogy apa, még mindig szükségem van rád. Taníts. És akkor egy picikét tud pótolni. Egy kicsikét helyre tudja ezt hozni. De az idő elment. Valamilyen erőfeszítésre szükség van, szerencsére még él. Jó? Próbáld meg vele ezeket a beszélgetéseket. És a meditációt pedig azért javaslom, mert egyébként nem tudnád integrálni a lelkedbe azt, ami történik, mert benned is rengeteg mozgás lesz, lélekmozgás lesz, rengeteg reakció lesz. És ahhoz, hogy ez a helyére kerüljön, ahhoz kell a tiszta tudat, kell a tiszta tükör, és a pillanatban való mozdulatlan jelenlét. Tehát belső munka és külső munka. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Először is köszönöm, hogy kérdezhetek. Köszönöm, hogy kérdezel. No, nékem három gyermekem van, melyből az Gartulálok. első, köszönöm, ő már 13 éves lett, nem olyan rég, áprilisban, és ő, ő még nem él velünk, mondom így. Még? Szóval, igen, nem. igen, viszont szeretne. És hát ő kb. 1000-1100 km van innen. Mióta? Hát amióta én hazajöttem én 12-ben kaptam fényt, mondjuk így. A Tehát, film belül fényt kapott? Igen, igen, igen. Tehát igen? amikor már nem tudtam kire mutogatni, hanem ott volt a tükör. Ah, így. Égen, Nagyon így. sokan ezt más értelemben is mondják, és azok rövid úton kórházba kerültek. Tehát akkor a fényt kaptak, hogy minden tör, törlődött. Mondjad. Hát sajnos nem törlődött, de kaptam a fényt. Én Tehát ráláttál a karmádra, én, ez is sokkal jobb, hidd el, mondjad. Köszönöm, és uh, onnatok a minden olyan uh, dolgot, ami érintett, és, és, jött az én utamon, azt ide igyekeztem úgy csinálni, hogy én nekem itt van a helyem. Tehát haza kell jönnöm. Viszont a volt feleségem ezt nem acceptálta, ő ott maradt. Már akkor ez ketté szakadt. Nem akarom bőlére ereszteni. A lényeg a lényeg, hogy én a gyermekemmel nagyon jó kapcsolatot építettem fel, mely abból a kapcsolatból származik. Úgy hívják, hogy Levente. A kérdésem az, hogy ha ő úgy dönt, hogy szeretne a mi családunk része lenni mondjuk másfél-két év múlva, amikor már ugye ő dönthet erről, akkor hogyan és milyen, nem is, nem jó a kérdés, hogyan tudok én tudatos lenni abban, hogy a mostani családomba őt befogadjam, és ha igen, akkor hogyan? Egy kicsikét most micimackó leszek. E Tehát egy az... pillanat, csak van két gyermekem még. Ez most. az, a másik kettőnek igen. más anyja van, Így mint van. az elsőnek. Így van és ott is a kisfiucskának ugye én vagyok az apa, ő az uh -huh. első fiam. Uh -huh. De hogyha bejön a képbe egy, az, első, az a valódi első fiam, uh -huh. akkor ő biztos, hogy ezt nem úgy fogja viselni, mint én. Jó. Itt az a kérdésem, hogy hogy tudok én tudatos lenni? A nehezebbikkel kezdem. Tehát az első gyermeked anyjával meg kell beszélni azt, hogy Levente hazaköltözik hozzád. Uh -huh. És valahol el kell tudni engednie ideig, óráig, ameddig újra nem találkoznak, és meg kell bíznia benned, hogy te jó apja vagy Leventének a vállás ellenére. Ha ez megvan, akkor Levente nem hoz a kis batyujában haz ha egy olyan negatív érzelmi terhet, amiben megmérgezni az új családot. Hiszen, hogyha ő azt az üzenetet hozza haza anyuttól, hogy apuban nem lehet megbízni, és az új család egy szar, akkor biztos, hogy nem fog rendesen beilleszkedni. Tehát ne becsüljük alá az anyák érzelmi hatását a gyerekre. Az első 30 évben, biztos. Jó? Tehát ez az első, hogy az Excel úgy rendezni a sorokat, hogy levente tisztán jöjjön haza. Ez a, ez a null pont. Ennélkül nem lehet. A második, hogy az új feleséggel elfogadtatni azt, hogy a levente az első fiad, és az őtől leszületett született első a második. Mert általában ezt nem szeretik a nők, hogyha hogy előtte volt még egy, és akkor az az első, de az nem belőlem potyant ki, de mégis itt van, ide költözött, és akkor tessék őt is ugyanúgy szeretni, sőt elismerni, hogy az én fiam előtt volt, pedig ezt el kell ismernie a második feleségednek, vagy a második számú feleségednek. És hogyha ez a két asszony így távolról, territoriális és birtoklási egyességet kötött, akkor te nem fogsz ebben gajra menni, és Leventének az elméjét és a lelkét sem fogja széthasítani senki. Mert a territoriális és birtokló és kizárólagos magatartás itt azért nagyon visszájára tud fordulni, a csak én, csak engem, csak az enyém, és minden más kardal szétvág. Ismerős? Ez így csak egy féltékenység. Tehát, hogyha az exet féltékeny lesz az új anyukára, ugye, aki max a nevelő anyja lehet, Leventének, akkor az egészet hátba fogja szúrni, úgy, ahogy van. És itt megint meg kell nézni, és az egyetlen egy háromszögelési pont a gyerek úgy, hogy nem ő viszi a terhet, ti viszitek a terhet, de ő a háromszögelési pont, mert ő lesz a legfontosabb. Uh -huh. És az egyetlen egy érv, ami nem önös, és nem tetszésen, nem tetszésen alapul az az, hogy az exednek azt mondod, Leventének mi a legjobb. Ezt kell szem előtt tartanunk. Ez az a közös oltár, amin az énséget föl lehet áldozni. Más nincs. A családban más nincs. Ezért mondom, hogy kell az a szellemi kifutás, az a transzcendens mező, amelyben ezt a műveletet végre lehet hajtani, ezt az éntelenítést, vagy önzetlenítést. Mert egyébként csak egymással vagdalkozunk és harcolunk teljesen feleslegesen, hogy kinek van igaza. És néha el kell dönteni, hogy most mi kell. Kell a kompromisszumokon alapuló családi harmónia, ami inkább az egyetértésen alapul, mert anélkül kompromisszum nincs, vagy pedig mindenkinek igaza van, és senki sem boldog, és mindenki döfködi a másikat az igazságával. Köszönöm, és a Mondt, második kisfiúval Ingen. ezt hogy kommunikáljam le? Négy Ó, és fél éves. Az, az sokkal egyszerűbb lesz. Úgy, hogy elmondod neki, hogy hazajön a bátyád. És a bátyád szeret téged, te pedig tiszteled őt. Leültök, Úgyhogy már Levente is ott van. Kicsit, hogy hívják? Négyes fölévest? Bendegúz. Bendegúz. Bendegúznak vére. Olyan igazi bendegúz. Jó. Igazi bendegúz. Hát bendegúznak vére, ugye, leül a nagy Leventével, és az apa megszervezi a barátság rítusát. Tehát barátságot lehet kötni testvérekként. Ezt egy közös utazás, közös kalandpark, közös ez, közös az, de közös cselekvés által a régi vérszövetségek, vértestvérek így születtek. Ezt nem lehet csak verbálisan elintézni, ehhez kell a ritus. Kell egyfajta közös beavatás, hogy igen, mostantól fogva a bátyám vagy, az öcsém vagy. Mert hiába vannak vérszerinti kapcsolatban egymással, ha jól hallom a sztorit, nem nagyon ismerik egymást. Mivel, hogy ritkán találkoznak. Hát ezért. Van. Tehát az, hogyha valakiben ott van az idegenség, de közben egy vérszerinti kapcsolat intimitása, mint kényszer ott van, ez a legrosszabb dolog, mert ösztönszer is távolítani fogja. Hogy a világ azt várja, hogy mi legyünk közel, legyünk báty és öcs, de én nem ismerlek téged. Tehát meg kell ismernie, meg kell bíznia benne, és ehhez kell az a sok-sok minden, ami a közös élmény, a közös kaland, a közös probléma megoldás, a közös erőfeszítés, az egymással való támaszkodás. Fantasztikus az, hogy például egy sok-sok hegymászás után, még jóval alkonyat előtt, hármotok ott van az ösvény, és te eltűnsz, és távolról figyeled, hogy a kettő gyerek hogy működik együtt. Nem rögtön, ez egy adott fokozatban. Oké? Okay? Köszönöm, még lehet egy... A édesapám, ő 72 éves, két órája meg együtt dolgoztunk, hogy nagyon Gratulálok. Kit. Tényleg, nagyon jó. a tetőre, mint a macska, tehát nagyon jó kondiban van. Ővele viszont a viszonyom Hát hogyan mondjam, nem ő volt az a férfi, aki a tanítom volt az elmúlt több tíz hát, év alatt, ritka. vagy nem csak ő, uh, hanem voltak más férfiak az életemben, akiktől több uh, olyan dolgot vettem át, amitől olyan lettem, amilyen. Ő na, rengeteget bír dolgozni, tényleg egy stram férfi ember, egy jó férj, de apaként nem volt ott, amikor kellett volna. Nem ő volt ott, amikor kellett volna és egy közöny van benne most. Én hogy tudom belőle kiváltani? Itt már az előbb utaltál rá az előző beszélgetésben, uh -huh. de talán ez egy kerekebb, hogyha én így megkérdezem. Hogy tudom őt arra venni, hogy jobban megnyíljon? Vannak-e eszközök kell megnyílni először, és ezt uh, háromféle módon tudod, három fejezetben tudod elérni, az, hogy melyikkel kezded az a te dolgod, de biztos, hogy kaptál tőle olyat, amit meg tudsz köszönni, amért hálás vagy. És ezt el kell neki mondani. hidd el, hogy így 68-72 környéken, amikor úgy belép az ember az ötödik és utolsó 17 évbe, persze 80 fölött is van élet, de az már nem olyan. Tehát az uránus ciklus utolsó 17 éve, az már a következő életre való felkészülés, a gyümölcs végső betakarítása, a magvak kimutatása, hogy valójában mit termeltem az életben emberileg, anyagilag, minden szempontból. És ilyenkor a köszönet az aranyat ér. Te is látod, hogy Leventének hány éven keresztül mondtál dolgokat, és még mindig nem értette meg, még mindig nem csinálta meg, és etelik újabb tíz év, és akkor kezd visszafordulni ez az erőfeszítés valamilyen eredménybe. Tehát, hogyha ez így van, akkor apuka tudod, mennyire várja a hálát? Nem fogja elmondani neked soha. De ha megköszönöd neki, hogy apa, én ennyi jót kaptam tőled, Hú. Utána, második fejezet, hogy azt is érezheted, hogy hibákat is követtél el, meg hogy ő is követett el hibákat. És ezeket meg kell tudni bánni, sajátodat, meg kell tudni bocsátani az övét. Na most ezt azért nem kell kezdetben, mert hidd el, hogy a hála mellett minden lelkismertes ember felhozza azt, hogy igen, igen, nagyon szívesen és nagyon, nagyon jól emlékszem arra, amit mondasz, de én arra is emlékszem, amikor én nem voltam olyan jó apa, amikor hibáztam, és akkor ezt megbocsáthatod, és lehet, hogy rögtön mellé teheted a saját fiúi hibáidat, uh -huh. és apa, ha te ezt megbánod felém, akkor én is szeretném megmondani, hogy mi az, amire én nem vagyok büszke feléd, és én azért szeretnék bocsánatot kérni tőled. Ezek olyan tisztító beszélgetések, hogy hihetetlen. Elképesztő. Uh -huh. És ezek után a harmadik az az, hogy a közös utunk az merre vezet. És akkor jöttök, tökre, hogy milyen kevés idő maradt. És a közös utunk az abból áll, hogy ennyiszer találkozunk, együtt dolgozunk, együtt iszunk, eszünk, segítjük egymást, és tudjuk, hogy csak erre már, erre már csak pár év van. Akármi történik. Az nem sok. Ha 15 év, ha 20 év, ha 5 év, nem tudjuk, de nagyon kevés. A közös utunk kinyilvánítása. És ez a harmadik is, ez gyakorlatilag olyan szépen rendbe tudja rakni a kapcsolatot, mint annak a rendje. Jó? Ez nagyszerű, köszönöm, és Nagy még szívesi. egy utolsót engedj meg. Sokba fog ez kerülni, de mondjad. Igen. Nékem volt egy öcsém, 38 éves korában elment. Uh -huh. Ez 18-ban volt, tehát most már 5 éve. Együtt Köszönöm. Hát ezt, ezt nem lehet úgy elengedni. Tehát neked nem ment ez. De. Hogy milyen eszközök vannak, én, én engedj meg egy saját subjektív dolgot ezzel kapcsolatban, hogy én mindenkit okoltam. Tehát az édesanyámat, édesapámat, mindenkit, persze részben magamat is, de már nincs idő, nincs lehetőség jóvá tenni, meg elnézést, bocsánatot kérni, bármit. És... Belül meg tudod tenni, bocsáss meg, iszonyú gazdag, amit mondasz, és utána folytasd. De nem az öcsédet nem tudod elengedni, hanem a róla őrzött képet. Az ő teste és lelke elment innen. De a benned kép annyira erős, hogy őt azonosítod az öcséddel. És a legelső és legfájdalmasabb realizáció belül az, hogy amit te őrzöl az öcsét képeként, az nem ő. Ő már nincs itt, se testileg, se lelkileg. Aki az emlékedben van, az az öcsédről alkotott kép benned, és ezt akármeddig őrzöd, nem fogod visszahozni. Ez az első, ez a nulla, ez a gyászfolyamatnak a legeleje, valahol a vége is, de az, hogy egy érdemi gyászfolyamat elinduljon, ahhoz kell ez a realizáció. Ez megszünteti egy idő után a projekciót, hogy miattad volt, miattad volt. Tehát amíg kívül keresed az okot, és nem látod meg tényleg az okozatiság működését ennek a halálesetnek a tükrében, addig projektálsz, addig gyerek maradsz, addig mindenki más felnőtt körülötted az okozatiságra visszatérve nem ismerném a mostani feleségemet, ha ő nincs. Ezt meg lehet neki köszönni. Ugyanolyan belső munkával tudsz egyébként az emlékképpel dolgozni, csak itt viszont az ellentétes az irány, mint az életben lévő édesapáddal. Itt ki kell venni belőle az energiát, és látni, hogy az útjaitok szétváltak akkor, amikor ő elment innen, és a testét hátrahagyta, és akkor el kell tőle köszönni. Ugyanígy lehet megköszönni, megbánni és megbocsátani, belül, de utána a vége pont az ellentéte. Jó? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én azt szeretném kérdezni, hogy miben változik egy szerzetes élete az apasággal? Minden. Hát csak a miben? Miben? Hát akkor sorolom. Az első, hogy már nem tudsz csak a belső kisbuthádra figyelni magyarul, egy olyan központozott életet folytatni, ahol számodra úgy rend van, mert ezt megteremtetted az egyén és a csoport között. Ugye mielőtt a gyerek születik, az általában az anyuka vagy a feleség bejön a képbe, és amikor bejött, akkor úgy az a szicíliai villámcsapás, egy boom, és akkor tudod, hogy feleségül fogod venni. Biztos vagy benne. És amikor ez az energetika így megszületik, ezt hívják externalizációnak, tehát valami kívül került, tehát a benned élő női arhetípus megjelent egy külső formában, egy gyönyörű külső formában, és tudod, hogy ő az, és ezek után ez az externalizáció elkezd pulzálni, mert elkezd az én és a te, az adok és a kapok egy új embert kihozni belőled. És a gyermek pedig egy olyan erős kötés, ami hát számomra ilyen erős még nem volt. A mesterrel való kötés, vagy a szülőkkel való kötés, ez egy más síkon van, tehát nem hasonlítható össze ezzel. Ami az igazi változás, az az, hogy így visszatekintve nagyon sokszor azt éreztem, hogy a nőtlen részben nem bántam jól az idővel. Azt hittem, hogy rengeteg időm van. És azért a templomban élők, meg akikkel folyamatosan tartom a kapcsolatot, tudják, hogy nem vagyok lusta természet. Tehát, hogy én szeretek cselekedni, dolgozni, művelni, egyebek, belül is, kívül is. Amikor megszetett a gyerek, akkor ez a felelősség sarkantyú úgy az oldalamba vágta az összes fémet, hogy az valami hihetetlen. Tehát soha olyan motivációt az elmúlt tíz évben nem éreztem a meditációra, mint az elmúlt 11 hónapban akkor legalább nyugtod van. De nincs, belül dolgozol és csinálod, és tudod, hogy odahaza várnak, és ez a kapcsolat az életre szól. Számomra a felnőtté válásnak a végső fázisa az, hogy apa lettem. Valahol, ezt értsétek jól, nem összehasonlításképpen, de vissza kell utalnom Sákyamoni butha életére, akinek volt egy fia. Csak ő 28 évesen nemzette Ráhulát, és az életrajz szerint, amit nagyon jól dokumentáltak. Tehát Sákyamuni Buthának, amikor ő még csak Szidárta herceg volt, született egy Ráhula nevű fia, ami szó szerint kötést jelent. Ő azt mondta, hogy Ráhula született, bilincsem született. Nekem 56 évesen született Benedek, és én azt éreztem, hogy Benedek született, kis Buthám született, és ez azóta nem változott, sőt, inkább erősödött. És én valahol azt érzem, hogy Szidárta nem gyakorolt volna olyan elképesztő keménységgel, hogyha nem lesz apa előtte. És elkövette azt, ami szerintem a Himalája a legmagasabb csúcsáig elkísérte, hogy ő ott hagyta a családot. Hiába volt kistafírozva a, ma a Maharádzsa palottája mindennel. Eldobható pelustól kezdve a bébi ételig, ugye? Tehát a gyerek miatt nem kellett aggódnia, viszont azt láthatta, hogy mit csinált és hat év alatt elérte a felébredést, ez még a mai mértékkel mérve, hogy tényleg tudod, mit kell csinálni. Ázsiában ott van az, az infrastruktúra, ott van a tanítás és minden. Ez még így is sok, mint teher, és nagyon rövid idő, ami alatt elérte. Ha nem lesz apa, akkor szerintem nem tud teljesen felnőtté válni. De mivel bilincsnek érezte, ezért elhagyta, és utána visszajött. Ez számomra a belső változásokat figyelve elképesztően erős, ez az átmenet. Most egyelőre semmi más nem jut az eszembe, csak az, hogy imádom a gyerek sivalkodását és gyöngéd játszogatását hallgatni, akár darabbeszédben, akár nem. És az, hogy van egy belső kisbutthád és egy külső kisbuthád, ez olyan érzés, mint két malomkő, ami megörli a karmádat, a legapróbb szemeket is. Tehát a belső és a külső egyszerre adja azt, hogy nincs menekvés, és van, nem is akarsz elmenekülni sehova. Nincs meg a kis privát zugod belül, ahol megőrzöd a saját kis titkaidat. Hanem valaki mindig látja. És ha eddig te nem látod, akkor majd ő. Önmagában a gyermekáldás nem jelent sem jót, sem rosszat, csak egy újabb réteg, egy újabb felelősség, egy újabb létszakasz. Ha önmagában a gyermekvállalás a szellemi haladás lenne, hát akkor négy-öt azt már meg is buthultál. Szervusz. De nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy a gyermekáldással egy csomó minden realizálódik, de nem szükségszerűen a felébredés irányába tolja el az életvitelt. A belső munkára és a külső munkára egyaránt szükség van. És én azt látom, hogy, hogy nagyon sok szerzetes tudta úgy végezni ezt a munkát, a belső munkát, és járni a, az utat, hogy gyermekvállás nélkül is teljesek lettek. De én ezt választottam azért, mert úgy éreztem, és a mai napig úgy érzem, hogy enélkül a saját árnyékaimat nem sikerült volna felszámolni. Ha megnézem az életem első 28 évét, aztán a második 28-at, az nagyon kirajzolja a harmadik 28-at. <laughs> Úgyhogy a Szaturnusz ciklus végén újra találkozunk. Lehet, hogy a fogalmakkal eleve gond lesz, de Hogyha azt érzem, hogy nem tudom megcsinálni, nem vagyok képes rá, ha belekezdek, belebukok, ez áldozattudatból fakadhat? Na, ez még csak gyengesség eddig, gyengesség. hogyha valaki miatt van ez, aki nem te vagy, uh -huh. akkor van egy szerintem hamis áldozattudat. Uh -huh. Mit lehet ezzel kezdeni? nézd meg azt, hogy mi az, amit saját erőből itt és most meg tudsz tenni, vagy holnap reggel, és azt meg kell tenni. Tehát az, az akarat olyan, mint a lavina. Egy hópihével kezdődik, és elönti a völgyet. Tehát az akaratnak a lavináját azt neked el kell tudni indítani úgy, hogy a legkisebb hópihével kezded, és megteszed azt, amit tudsz, amiben biztos vagy, mert ha nem, akkor a, az ellenkező szélsőség az, hogy olyan helyzetbe hozod magad, ahol nagyon át kell lépned az eddigi önmagadat, mert kb. meghalsz. Tehát vagy az van, hogy fokozatosan felépíted, vagy hirtelen olyan kényszerhelyzetet állítasz elő magad számára, ahol feketén-fehéren ki kell nyilvánítanod, hogy te ezt megcsinálod, mert különben óriási veszteség, halál és, és egyebek vannak. Tehát van, aki a sok hatásra tanul jobban, van, aki a fokozatos építkezésre hallgatva tanul jobban, ilyen szempontból ismerned kell önmagad. Hogy, hogy melyikre tudsz jobban reagálni. Köszönöm. Nagyon szívesen. Hölgyeim és Uraim, kedves házigazdák, köszönöm szépen a megtisztelő meghívást az Ukucs műhelybe. Remélem, hogy minden ilyen épülő kapcsolatrendszerrel és tisztuló tudattal megyünk haza. Azt is remélem, hogy minél többször találkozhassunk és meditálhassunk együtt, és ezzel a gyakorlattal mások is magunk számára egyaránt járhassuk az utat, a felébredés felé, mely által mindenkin tudunk segíteni, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!